FM. Ez reklám volt. A rádión, a telefonon és az okoshangszórón. Ez a Hit FM hír, délelőtt 10 órakor. A Hit FM híradójából Novák Szabolcs vagyok. A folyók tetőfokára érkeztek a budai árvízben, sokan továbbra is igyekeznek megakadályozni, hogy a belvárosban károkat okozzanak a vizek. Troy Harris elnök szerint az országot évtizedek óta soha nem fenyegette ekkora veszély. Budapest polgármestere szerint a város más részein is több biztonsági akcióra kerül sor. Megdöbbentő új részletre derült fény a szeptember 2-i nászút baleset kapcsán, amelyben a menyasszonyi és a vőlegény is életét vesztette. A rendőrség tájékoztatása szerint egy részeg, hajléktalan, 50 éves férfi eltérítette a házaspár limuzinját, és szándékosan összetörte a limuzint, amelyben elmondása szerint meg akarta nézni, ahogy a pár elszenvedi a hibáit. A bíróságnak ma nem sikerült meghoznia az ítéletet, ami felháborodást váltott ki a menyasszonyi és a vőlegény családjában, a férfi zár alávételét követelték. Christopher Barlow T., a Twitch streamert tegnap délután letartóztatták, miután Light Marsh külvárosában lezuhant milliárd dolláros Ferrariával. Barlow arról volt ismert, hogy veszélyes mutatványokat hajtott végre a kamerák előtt, és olyan kihívásokat forgatott, amelyeket nem szabadna engedélyezni a YouTube-on. Christopher bocsánatot kért X-től, mondván, hogy ez volt élete legrosszabb hibája, és sajnálja azokat, akik látták a balesetet. Ennek ellenére ezért kitiltották a Twitch-ről és a YouTube-ról. A feszültség fokozódik a Thailand maffia válságában, miután megölték alvilági vezetőjét, Ketone Dell'Uccit. A maffia megfogadta, hogy bosszút állnak a meggyilkolásáért felelősökön, és azzal is fenyegetőztek, hogy Thailandia több pontjára is lecsapnak, vagy a legrosszabb esetben polgárháborút indítanak. A rendőrség szerint ezek a provokációk veszélyesnek minősülnek, eközben válaszlépésként átmenetileg leállítják a kommunikációs szolgáltatásokat. És végül az időjárással együtt, az ország nagy részén napos, felhős időre számíthatunk, de záporok, zivatarok is előfordulhatnak élénk széllel. Napközben 21 és 26, éjszaka 12 és 18 fokig mérik a hőmérsékletet. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.